A napokban számtalan aggasztó jelzés érkezett arról, hogy az áram és a gáz ára mellett a távhőára is emelkedni fog. Az energiahivatal már gyűjti az átlagfogyasztásra vonatkozó adatokat a szolgáltatóktól, akik nem mellesleg nagy bajban vannak az energiaárak emelkedése miatt. Eddig ugyanis kompenzálták a távhős cégek veszteségeit, de az aktuális úgynevezett gázével kapcsolatban, ami októberben kezdődik, még semmit sem közölt az energiahivatal. Márpedig az elmúlt hónapokból csak egy tanulságot vonhatunk le, hogy amin árat lehet emelni, azon Orbánék fognak is emelni. A demokratikus koalíció ismét figyelmeztet mindenkit, Orbán miatt van válság Magyarországon. Követeljük, hogy az illetékesek haladéktalanul álljanak ki, és nyugtassák meg az embereket, hogy nem fognak emelni a távhő árán. Az orbáni megszorítások, adóemelések, infláció és rezsiemelés épp eléggé megterheli a magyar családokat. Több mint 600 ezer lakásban fűtenek Magyarországon távhővel, ami több, mint 1,5 millió embert érint. Ezek az emberek már így is ki vannak téve a napról napra emelkedő áraknak, az egyre kevesebbet érő fizetéseknek, a kilátástalan jövőnek. Embertelen lépés lenne még több bört lenyúzni róluk, bár az is tény, hogy Orbánékban az emberség szikrája sincs meg. Amíg Orbán van, válság is van, és a magyarok fogják megfizetni mindennek az árát. A távhőszolgáltatók jelentős része gázkazánokban állítja elő a fűtéshez használt melegvizet. Az orbáni megszorítások és a rezsiemelések miatt, mint az mindannyian tudjuk, brutálisan megemelkedtek a gázárak hazánkban, és ez fenyegeti a távhőárakat is. Ma Magyarországon számtalan kerületben, településen, így az általam vezetett 18. kerületben is nagy számban vannak távfűtéses lakások. Az itt élők pedig képtelen helyzetbe fognak kerülni, ha Orbánék a többi áremelés mellett még ezt is megfizettetik velük. A demokratikus koalíció ismét figyelmeztet mindenkit. Orbán miatt van válság Magyarországon. Követeljük, az illetékesek haladéktalanul álljanak ki, és nyugtassák meg az érintetteket, hogy nem fognak emelni a távhő árán. Az orbáni megszorítások, adóemelések, infláció és rezsiemelés éppen eléggé megterheli a magyar családokat. Több mint 600 ezer lakásban fűtenek Magyarországon távhővel, ami több, mint 1,5 millió embert érint. Ezek az emberek már így is ki vannak téve a napról napra emelkedő áraknak, az egyre kevesebbet érő fizetéseknek, a kilátástalan jövőnek. Embertelen lépés lenne még több bört lenyúzni róluk, bár az is tény, hogy Orbánékban az emberség szikrája sincs meg. Amíg Orbán van, válság is van, és a magyarok fogják megfizetni mindennek az árát.